Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Amikor az Avemárt előállítottam és az ipari gyártása is megvalósult, akkor fölmerült az addigi kísérleti eredmények alapján, hogy meg kellene próbálni ezt a készítményt daganatos betegek részére törzskönyvezni. Hogy mégis valamiféleképpen az elfogadott, kiegészítő daganatellenes kezeléseknek a része lehessen. És így a 2000-es évek elején, az 1998-tól 2002-ig tartó időszakban az Egészségügyi Tudományos Tanács engedélyezett klinikai vizsgálatokat az Avemárral, valamint az Országos Kémiai Biztonsági Intézetet felkérték arra, hogy vizsgálja meg, hogy az Avemár a fermentált búzacsíra kivonat vajon a daganatos betegek kezelésében használatos különböző gyógyszerekkel, kemoterápiás szerekkel, vagy akár a sugárkezeléssel milyen kölcsönhatásba lép, nem gyengíti esetleg azok hatását. Tehát ezt a kérdést meg kellett vizsgálni. És amikor ezek az eredmények összegyűltek, a klinikai vizsgálatokról a klinikusok jelentései elkészültek, akkor az Országos Onkológiai Intézet szakvéleménye alapján törzskönyvezték az Avemár daganatos betegek tápszereként. Bár ez egy olyan kategória, amin lehetne OF, TB támogatás, tehát lehetne vénkötelessé tenni, és akkor a betegeknek kevesebbe kerülne, nem kellene teljes árat fizetniük, ez még nem történt meg. Az Amerikai Egyesült Államokban is forgalomban van az Avemár, és ennek különböző változatai, a következő ábrán majd felsorolom őket. Ott az ottani szakhatóság egy toxikológiai, biztonságossági vizsgálatot írt elő, ezt GRAS-nak, Generally Recognized as Safe, általánosságban biztonságosnak mondható eljárás alá vetették a készítményt, és ezt a minősítést megkapta. 2013 óta már csak Magyarországon engedélyeztem az Avemár hatóanyagának a gyártását, a Biopharma Kft. A kizárólagos gyártója az egész világ számára az Avemárnak és az Avemárhoz hasonló készítmények hatóanyagainak. Ez a cég, ez gyógyszergyár, és úgynevezett GMP gyógyszergyártási minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik. Tehát az Avemár, Oncomar, ezek a készítmények bár nem gyógyszerek, de gyógyszergyárban készülnek, és olyan minőségbiztosításuk van, mint a gyógyszereknek. A világban a következő termékneveket láthatnak, hogyha más országokban nézik, hogy milyen név alatt van forgalomban az Avemár. Ugye Magyarországon létezik az Avemár granulátum, az Avemár italpor, az Avemár tabletta, van az Oncomárnak van egy stéviával édesített változata, ezek mind Magyarországon hozzáférhető készítmények, illetve az Amerikai Egyesült Államokban van egy Oncomar kapszula termékcsoport, van az Ave Ultra termékcsoport, és legújabban a Nutra Quality of Life termékek, ezek mindegyik azonos a Magyarországon megfelelő termékkel, csak más márkanév alatt kerülnek forgalomba. Egyébként a fermentált búzacsíra kivonat, Avemár, Oncomar, ezek a típusú termékek gyakorlatilag a világ minden országában hozzáférhető.
van, ahol daganatos betegek távszereként, van, ahol étrendkiegészítőként, és van két olyan Európai Uniós ország, az egyik Ausztria, annak is a déli tartományai, illetve Görögország, ahol az egészségbiztosító támogatja, Görögországban ingyenes a daganatos betegek részére, Ausztriában egy jelentős támogatást kap a készítmény. Mindig fölmerül a kérdés, hogy azért bevetítem ezt az ábrát, ne haragudjanak, hogy egy picit bonyolultnak tűnik, abszolút nem az, csak annak látszik, hogy jó-e az AVE már a daganatos betegség megelőzésére, tehát rák prevencióra. Ugye ez az egyik legfontosabb kérdés, mert egyszer vannak a betegek, de az egészséges emberek is félnek attól, hogy daganatos betegségük lesz, és szeretnének valamit ebben tenni aktívan, ennek a megelőzésére. Több ilyen kutatást végeztek az AVE-márra, hogy megelőzhető-e vele a daganat kialakulása. Én egy nagyobb vizsgálat eredményét itt bemutatom, ez egy állatkísérlet. Patkányoknak adták az AVE-márt, olyan patkányoknak, amelyekbe olyan anyagot injekcióztak, ami vastagbélrákot okoz. És 70%-kal gátolta a vastagbél daganatok kialakulását az AVE már ezekben a laboratóriumi állatokban. Ez egy rendkívüli eredmény, de hozzá kell tennem, hogy távol állunk ezektől az állatoktól, tehát amiért az állatban daganatprevenciós hatása van a készítménynek, nem biztos, hogy emberben is van. Ugye emberekben egy ilyet vizsgálni rendkívül nehéz. Mindenesetre reménykeltő az AVE-már hatóanyag a daganatprevencióban is. A emberi rákok összes fajtájára hat. Ez egy ábra, ami azt mutatja, minél alacsonyabban helyezkedik el egy adott daganatot reprezentáló pont ezen a grafikonon, annál kisebb koncentrációja, annál kevesebb AVE már képes elpusztítani azt a daganatot. Tessék megnézni, hogy a neuroblasztóma, a nőgyógyászati daganatok, a vastag és végbél daganatok, tehát a legkülönfélébb emberi tumorokban hatékony az AVE már. Tehát önmagában véve a fermentált búzacsíra kivonat in vitro körülmények között az emberi rákok legszélesebb spektrumát tudja elpusztítani. Egy picit arról mondanék egy pár mondatot, hogy miért tudja elpusztítani a daganatsejtet az AVE már. A daganatsejtnek a legfontosabb tulajdonsága az, hogy osztódik. És tulajdonképpen mindent ennek rendel alá. Egy viszonylag leegyszerűsödött anyagcseréje van a daganatsejtnek. Warburg effektusnak nevezzük azt, ahogyan a szőlőcukrot felhasználja. A szőlőcukor a daganatsejt legfontosabb tápanyaga. Rengeteg szőlőcukrot használ fel, ha összehasonlítjuk, ugyanazt a daganatos sejtet a neki megfelelő egészséges sejtel, akár több százszor annyi szőlőcukorra van szüksége. És ebből a szőlőcukorból nem csak energiát nyer a sejt, tehát nem csak úgy, mint egy egészséges sejt, egy biokémiai folyamatokon keresztül elégeti azt a szénláncot, és abból energiát termel, hanem a DNS-ének, a nukleinsavainak, az örökítő anyagának a szénvázát is ebből építi fel, mert a szőlőcukorból ribózt, egy 5 szénatomos cukrot szintetizál. És ezekből a ribóz molekulákból épülnek fel a nukleinsavak, mint amilyen a ribonukleinsav, vagy dezoxiribonukleinsavnak a váza, a szénlánca. Óriási mennyiségű ribózra van szüksége a daganatsejtnek, és elő is állítja, megszerzi magának ezt a tápanyagot, és a sejt osztódásra, a saját maga megsokszorozására fordítja. Ezt meg kell állítani. Ha meg tudjuk állítani, ha
pompázni tudjuk ezt a cukoranyagcserét a daganatsejtekben, akkor meg tudjuk állítani a daganatos sejtosztódást, a daganatok terjedését, a daganat növekedését. Az az enzim, ami ebből a szőlőcukorból a nukleinsavak szénvázát felépítő ribózt állítja elő, azt úgy hívjuk, hogy transzketoláz. Az Abemar rendkívül hatékonyan és szelektíven, a tumorsejtekre szelektíven, a tumorsejtekben lévő transzketolázra szelektíven gátolja ennek az enzimnek a működését. És látjuk ezen az ábrán, elnézést, hogy ez egy angol ábra, de azt mutatja a felső sorban vastagbélrákos betegekből vett mintaanalízis, és mutatja, minél nagyobb a transzketoláz aktivitás azokban a daganatsejtekben, annál progresszívebb, annál előrehaladottabb a betegség. Ugyanez igaz urológiai daganatoknál is. Ez a molekuláris célpontja az Abemárnak, ez az enzim. És ezt megtámadja az Abemára. Daganatsejt nem képes felhasználni a glükózt, nem tud belőle nukleinsav láncokat szintetizálni. És ennek mi lesz az eredménye, mit köszönhetünk ennek? Az, hogy a daganatos betegség progressziója megáll, vagy akár vissza is fordítódik. Itt olyan betegeknek az eredményeit gyűjtötték össze, és az Országos Onkológiai Intézetben készítették ezt az ábrát, akik vastag és végbél daganatos betegek, megkapták a standard onkológiai kezeléseket, ez nagyon fontos. Műtét, kemoterápia, sugárkezelés, esetleg célzott támadáspontú kezelés, vagy akár érképződés gátlószernek az alkalmazása. És ezek a betegek emellé kaptak kiegészítő Abemar fermentált búzacsíra kivonat kezelést. És tessék megnézni, hogy a progresszió gátlás milyen nagy mértékű. A teljes túlélés az Abemar nélküli, de hasonló protokollokat kapó betegekhez képest megtöbbszöröződik. És ezek előre haladott betegek. Ezeknek mind távoli áttétes betegségük volt, akár tüdőáttét, akár májáttét. Hasonló eredményeket kaptak melanómás betegekkel. Ezek harmadik stádiumú melanomás betegeket randomizáltak két csoportra, mind a két csoport ugyanazt az alaponkológiai kezelést kapta, tehát műtét a megfelelő nyirokcsomók eltávolításával együtt, és kemoterápiás kezelés és immunológiai kezelés. És a véletlenszerűen kiválasztott csoport még ezen felül egy éven keresztül Abemart is kapott. És óriási, szignifikáns különbség lett az úgynevezett progressziómentes túlélésben, amit itt látnak az ábrán. Ez azt jelenti, hogy az az idő, ami addig telik el, amíg nincs a betegségnek rosszabbodása, például nem alakulnak ki távoli áttétek. És ugyanígy megnövekedett ezeknek a betegeknek a teljes túlélésük. Jóval tovább élnek azok az előre haladott melanómás betegek, akik a standard kezelések mellé Abemart is kapnak. És nagyon sok vizsgálatot végeztek az Abemarra, itt most erről nem fogok beszélni. De csak egy összefoglaló mondatot odaírtam, hogy ma már génszinten tudjuk, hogy mik ennek a készítménynek a hatásai. És olyan fehérjék enzimeire hatnak, amelyek elsődleges jelentőségű szerepet játszanak a daganatos sejtek anyagcseréjében, mint amilyen az előbb említett transzketoláz. És éppen ezért, mert a mechanizmus is felderítették az elmúlt években, és számos klinikai vizsgálatot végeztek, amiket a publikációi hozzáférhetőek. Az a konklúzió a mai onkológus gyakorlatban, hogy az Abemar nélkül nem nagyon lehet elképzelni egy sor emberi rák gyógyítását.
kiegészítő kezelésként kötelező adni. Ezzel kapcsolatban néhány publikáció is megjelent, én csak felsoroltam őket. Az első a Müller és Voigt féle közlemény, ez a németországi vezető onkológiai központból kijött közlemény, amelyik azt a kérdést teszi fel, hogy a fermentált búzacsíra kivonat, az Avemár, az egy rákellenes gyógyszer-e, vagy pedig egy táplálék kiegészítő. Ez a cikknek a címe. Fermentált búzacsíra kivonat, táplálék kiegészítő, vagy egy rákellenes gyógyszer, anti-cancer drug. És az a konklúziója a közleménynek, hogy ma még nem tekinthetjük gyógyszernek, de a betegek kezelése, kiegészítésében elengedhetetlen. Ez a német onkológusoknak a véleménye. Itt csak megemlítettem a Hajtó Tibor professzor úr és az ő csapatának a közleményéből egyet felsoroltam. Ők azt csinálják, hogy áttétes betegeknek, tehát olyan betegeknek, akiknek mondjuk van egy emlőrákjuk, és abból van májáttét, vastagbélrák májáttét, vagy tüdőáttét, tehát távoli áttétes betegeket, akik megkapják a standard onkológiai kezelést, de az áttétjeik ott vannak a kezelések ellenére, adnak immunológiai szereket, és kötelezően mindig Avemárt. És nagyon sok esetben teljesen tumormentes állapotot érnek el a betegeknél. Tehát az Avemár egy olyan pluszt jelent a kezelésekben, ami akár a tumormentes állapot elérését is lehetővé teszi. Erről több publikáció megjelent az elmúlt években. Az utolsó felsorolt közleményt az csak azért vettem, hogy azért írtam ide, nagyon sok orvosi cikk van az Avemárról, mert ez daganatos gyerekeknél végzett klinikai vizsgálatot foglalta össze. A Tűzoltó utcai klinikán végezték ezt a klinikai vizsgálatot több éven keresztül, és megállapították, hogy a rendkívül nagy dózisú, intenzív kemoterápiával és sugárkezeléssel kezelt gyerekeknél, ha kapnak a kezelések mellé Avemárt, akkor nem kapnak szeptikus sokkot. Nem alakul ki náluk olyan, akár az életet is veszélyeztető állapot, ami miatt a kemoterápiás kezelést fel kellene függeszteni. És ezért ennek az illusztrációjára nem is a tudományos értéke miatt, hanem hogy a gyakorlatban mit jelent az Avemár alkalmazása, a számomra legkedvesebb példát mutatom be, hozzáteszem a több ezer példából. Ez egy fiatalember volt, Ryannek hívják, és nagyon súlyos, rossz indulatú, daganatos betegséget diagnosztizáltak nála 2002-ben. Tele volt az egész szervezete daganattal, a tüdeje, a csontrendszere, a látszövetek, tehát az egész szervezete daganatos volt. És akkor a legkorszerűbb komplex kezeléssel kezelték ezt a fiút kemoterápiával, célzott támadáspontú terápiával, líveket is kapott, és elkezdtek egy homeopátiás természetgyógyászati kezelést is alkalmazni ennél a fiúnál. Elkerült a St. Jude gyerek onkológiai központba, Memphisben, talán a világ legjobb gyerekrák kórháza. És abba hagyták a kezelését, mert progrediált. Tehát az állapota nem javult, hanem rosszabb lett, és gyakorlatilag befejeződött a kezelése. Nem volt értelme tovább kezelni 2005-ben. És elkezdték adni az Avemárt. Ez az FWGE, Fermented Wheat Germ Extract, fermentált búzacsíra kivonat. És 2007-ben készült ez a fotó,
ezzel a fiatal emberrel teljesen egészségesen, hogy azt, hogy a szülők szerették volna, hogy egy amerikai előadásra oda jöttek a fiúval, hogy köszönetet mondjanak az Ave Márért nekem kellett volna a legkevésbé köszönetet mondani, azoknak kell, az onkológusoknak kell a köszönetet mondani, akik előírták ennek a gyereknek az Ave Márt. És ez a fiatalember a mai napig megvan, azóta már meg is nősült, teljesen egészséges. Tehát ez a példa, amivel befejezem most az előadásomat, azt mutatja, hogy ez egy természetes anyag ez az Ave Már, ő hozzáférhető bárhol, az egész világon rendelkezésre áll, de nagyon sok esetben ez az a plusz, ez az a hozzáadott terápiás lehetőség, ami a sikernek a kulcsa a daganatos betegek kezelésében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.